Lakóházak kerültek veszélybe a szibériai Jakutszkban a klímaváltozás miatt. A föld egyik leghidegebb településén ugyanis lassan, de folyamatosan olvad a talaj, a permafrost, amin az épületek állnak. Az elmúlt évtizedben 2,5 fokkal emelkedett az átlag hőmérséklet. Tavaly előtt kezdett el süllyedni az épület, 40 centit dőlt azóta. Ennek eredményeképpen a homlokzat is süllyedni kezdett, az épület alapjának egy darabja apró részekre esett, mondta Eduard Romanov építőmunkás. Az állandóan fagyott talajra nehéz építkezni, mert maga az épület, pontosabban gyakran a csővezetékrendszer hűlye megolvasztja a fagyott talajt, és az alapozás süllyedni kezd. Hogy ezt elkerüljék, vagy facölöpökre, vagy több méteres sóderrétegre építenek. A permafrost olvadása, a felmelegedő talaj ráadásul csak tovább súlyosbítja a globális felmelegedést, mivel az üvegházhatást fokozó gázok, a metán és szénhidrogének felszabadulnak.